Egyes anyukáknak a várandóság alatt szinte megduplázódik a hajtömegük, dúsabb lesz a frizurájuk, mint valaha, azonban az sem szokatlan, ha szülés után egyből, vagy a szoptatási időszak alatt még a szülésnél is nagyobb trauma volt, mikor észrevettem, hogy csomókban hullik ki a hajam. Nagyon megijedtem, aztán kiderült, ilyen mással is elő szokott fordulni, és ez egy létező jelenség, mikor kisfia, Jason megszületett, egyre több hajcsomót talált fésülködéskor, aztán már csak úgy napközben is szanaszét a lakásban, illetve a bőre is érzékennyé vált. Az valószínűleg nem nyugtatja ez Ashleyt, de mi észre sem vettük, hogy megváltozott volna a haja a képei alapján, csak egy fotón tűnt fel, hogy épp nőnek vissza elől a babahajai, egészen odáig felcsúszott a hajvonala, de most arra már teljesen helyreállt, szülés utáni hajhullás a terhesség alatt a női nemi hormonok szintje megemelkedik. Emiatt dúsabbá válik haj, megszaporodnak a hajszálak. Szülés után ezeknek a hormonoknak csökken a szintje, és akkor hullik ki az a hajmennyiség, aminek a terhesség alatt kellett volna, ettől láthatott többnek a kihullott hajmennyiségét. Teljesen megszokott jelenség, nem kell tőle megijedni, helyre fog állni.